Nos hát, hol is kezdjem? Szóval, ahogy ma ránéztem a csatornámra, szabályosan jól esett látni, hogy végre megvan ez a szám, ami nem más, mint a 100. Amiről igaz, hogy igaz az az állítás, hogy nem olyan sok, főleg ahhoz képest, hogy tényleg már mekkora számok, feliratkozó számok vannak Magyarországon, meg világszerte, de nekem ez elég soknak tűnik. Szóval jó érzés látni, hogy meteg eljutottunk arra a szintre, hogy van 100 ember, aki elhatározta, hogy feliratkozik az én csatornámra. Hogy 100 ember a munkám alapján elhatározta, hogy ő megnyomja azt a feliratkozást. És azért belegondolva 100 ember egy terembe, az is elég sok. Igaz, hogy nem annyi, mint 100 000 vagy 1 000 000, de akkor is. Szóval tényleg jól esik látni, hogy most lesz meg májusban lassan egy éve, hogy aktívabban elkezdtem videózni, és itt tartunk a 100-nál, és ebből tényleg jól esik látni, hogy nem fölösleges az, amit csináltam, hogy nem fölöslegesen szoktam akkor még külön ügyködni a videóval, hogy ne csúszson szét a kép, meg a hang, lerenderelni, utólag visszanézni, megvágni, én régen akkor kikerestem, hogy kell 60 FPS-be renderelni, meg ilyenek. Szóval tényleg így jól esik ezt látni. És visszagondolva, hogy ebbe a lassan 2 évbe mennyi minden történt, mert szerettem is ezeket a videókat csinálni. Szóval jó volt ezt így megélni. Szóval tényleg egy nagyszerű élmény volt, hogy így haverokkal így vettük fel a videókat, közben jól szórakoztunk. És tényleg ezt jó látni, hogy úgymond kifizetődő lett. Mert nem gondoltam volna, hogy a 100 az ilyen hamar meg lesz, mert alapvetően olyan emberek, akik nem is érdekelnek az ilyenek, hogy megtekintés, feliratkozó, like, hogy nem pattogok rajta, hogy most akkor mennyi van, mennyi nincs. De azért látni tényleg jó. Szóval én direkt azért is nem vagyok az a fajta, aki elmondja minden egyes videó végén, hogy tetszett, akkor lájkol, meg iratkozz fel, mert én alapban nem ez a fajta ember vagyok, szóval én alapból nem ösztönzök erre senkit, hanem akik tényleg úgy gondolják, hogy ők így most fel akarnak iratkozni, így önszántókból, mert tetszik, amit csinálok, az jól esik. Jól esik, hogy 100 embernek megtetszett, amit csinálok. Idén lesz meg 1 éve, hogy aktívan videózok, és így 1 év alatt, így kevesebb, mint 1 év alatt, kigyűlt így a 100-ig, az nem a 0-ról indultam, de akkor is tök jó. Hát akkor szeptember óta, amióta volt ez a bizonyos bejelentő videó, mi változott? Hát konkrétan az, hogy túl vagyok az első fél éven. Eddig se volt az, amit mondtam, hogy ritkábban lesz videó, mert kiderült, hogy hál' Isten Robi se olyan elfoglalt, csak amikor olyan időszakok vannak az egyetemen, hogy ilyen vizsga, meg minden. Szóval videók azok ugyanúgy lettek, ugyanúgy jönnek, igaz? Sokszor megvan az eredménye, hogy egy nap rohadt sok felvételt veszünk föl, mert így jelenleg március 25 van, és még a legutóbbi videó, amit most föltöltöttem, az egy február 14-én felvett videó. Szóval ez is egy megoldás, ami így ez lett utólag a módszerem, hogy akkor most sokat fölveszünk egyszerre, amikor van időnk, mert így hétvégenként szokott időnk lenni. És akkor hát játékügyileg ugyanaz a terv, túl leszünk a GTA-kon, ami kicsit több idő lesz talán, mint ahogy számoltam, de hogyha ugyanúgy aktívan csináljuk, mint ahogy a San Andreas-t az utóbbi időbe, és nem úgy, mint ahogy a 3-at meg a Vice City-t, hogy hetente volt egy videó, akkor hamarabb megleszünk, mint ahogy eredetileg lett volna. Utána ott van az a szeptemberi videó, hogy tököm tudja, mikor vettem föl. Ott ugyanazok a játékok lesznek, remélhetőleg. Sőt, most már kibővült az, hogy legalább az egyik kedvenc játéksorozatomat, a Yakuzát, azt nem kell baszakodni azzal a PS3 emulátorral, mert végre kiadták a régi játékokat
a régi játékok remasterjét PC-re is, ami egy pozitívum. Szóval rendes 1080p 60 fps-es videó, nem emulátoron belüli ilyen 30 fps 720p, ami egy pozitívum. Szóval összességében ennyi. Jó látni, hogy itt már három számjegy van a csatorna név alatt, és ez egy szép kerekszám. Szóval ezek után, mivel ez így tényleg jól esik, mondhatjuk így, akkor már nincs megállás. Most akkor tényleg ugyanúgy toljuk, és akkor remélhetőleg lesznek itt még szép pillanatok, és lesznek még emberek, akiknek tetszik ez a munkásság, ami itt megy, de azt hittétek mi, akik mindig itt vannak vendégszerepelni, hogy őket nem említem meg. Hát mindannyiótoknak, Milgynek is, Robinak is, Blue-nak is, Blumennek is, utóbbi idő Milánnak is. Igaz, azok a videók nincsenek is még fönt, ahol Milán is szerepel. Szóval mindenkinek tényleg köszönöm, hogy ti is itt voltatok, hogyha nem is mindig, akkor is itt csináltátok a hangulatot, és nem voltam magamra utalva, hogy egyedül ilyen videókat csináljam. Tényleg jó a hangulat, és mert azt azért szerettem még ezeket a videókat, mert ilyenkor nekem nem is a játék a lényeg. Szóval igaz, hogy a San Andreas-t is már szarrá játszottam, és már tényleg untam, de nekem nem is ez volt a lényeg, hanem tényleg, hogy jó volt ott a hangulat és a társaság. Szóval a társaság azért nálam felül tudja múlni a játékot, hogyha jól el vagyunk. Mert lehet, hogyha én nekem azt egyedül kellett volna csinálnom, akkor unott szar hangulattal nagy nehezen vittem volna csak végig. Szóval mindannyiótoknak köszönöm, remélem nem felejtettem ki senkit a megemlítésből. Na de hát ennyit szerettem volna csak mondani. Mindenkinek köszönöm, aki megnézte, és mindenkinek köszönöm, aki eddig feliratkozott. Ezt még sosem mondtam amúgy, szóval furcsa. Szóval összességében tényleg mindenkinek köszönöm a figyelmet, azt, hogy tetszik, ami itt megy, hogy éreztetve van velem, hogy nem fölösleges a munka, az a nem is olyan hű de nagy, de nem is olyan hű de kicsi munka, amit beleteszek a videókba. Szóval, ja. Ennyi lett volna. Na, hello.